Öt év után újra aranyérem világversenyen a férfi vízilda válogatottal, amely 19 év után nyert újra világkupát, az elődöntőben a szerbeket, a fináléban az ausztrálokat legyőzve. Gyógyír az EB 8. helyre előrelépés a világliga ezüst után, a Miskolci utánpótlásban dolgozó korábbi szövetségi kapitány és új kapitány Horkai György értékel velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval mi itt a helyes megfogalmazás? ez gyógyír az EB 8. helyre, vagy előrelépés a világliga ez is után, ha úgy veszem, most a Nemzetközi Szövetség ezt presztízsben előrébb rangsorolta, mint a, mint a világliga szuperdöntőt. Hát ezt igazából nem tudom megmondani. Így egy a lényeg, hogy minden sikernek örülni kell, most ünnepelni kell egy kicsit és, és boldognak lenni, de minden sikert a helyén kell kezelni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy a helyén kell kezelni, és utána reálisan szakmailag értékelni kell a, a világversenyen elért eredményt. Tehát meg kell nézni, hogy ott az ellenfelek milyen kerettel voltak, milyen hiányzók voltak, és úgy lehet beárazni egy ilyen sikert, aminek persze, mint mondta, örülni kell. 14 a döntőben, ugye a világkupán másodszor verte a magyar csapat az ausztrálokat ebben a fináléban. Ez a döntő, ez sima ügy volt? Sima lehet egy döntő, ahol a meccsember egyébként Kardos Gergely kapus gyakorlatilag min, majd, hogy nem minden lövést fogott. Igen, örülök neki külön is, mert azért uh, szem 13-ból 9 játékos az, az átment itt a kezeink között a, a kollégáimmal, és uh, örülök a kardos Pipinek a jó vérésének, de azt hiszem, ez egy sima mérkőzés volt. Tehát azért a, azt hiszem, az Ausztrál válogatott az elmúlt uh, talán 4 vagy 8 évben, azt hiszem 8-ba se került sehol, semmilyen világversenyen. Uh, azt, hogy most oda kerültek a döntőbe, azért az Ausztrál válogatott nagyon jó, oda kell figyelni, de hát azért a magyar válogatott jobb azt, hogyha végnézünk a kereteken, mondhatjuk, hogy az ausztrálok, az amerikaiak, a németek különös, hát meg persze mi az EB után különösképpen komolyan vették ezt a mostani világkupát? Igen, azt hiszem, hát mindenféleképpen, mert ugye a tengeren túliaknak azért sok világversenyük nincs, vannak olyan évek, amikor abszolút nincs, tehát ezek, ezekre készülnek, ez a legfontosabb esemény, és ugye, ők is szeretnének valamilyen eredményt elérni. A németeknek is fontos volt ugye a, a világban a, a kvalifikáció, miatt, így. és hazai pályán játszottak, uh, ugyanakkor a, a, több, nekünk, ahogy mondta te is, ugye nekünk elsőben ennek volt, presztis jelentőségű, a szerbek, ahogy én tudom, a Mandicsa megerősített univerziádi válogatottal voltak, tehát ők is egy fiatal csapattal voltak. És ugye két fiatal e, csapatnak a nagy küzdelméből került ki a magyar csapat győztesen, és azt mindig értékelni kell, és ez mindig pozitív, mert a szerbeket legyőzni, bármilyen szinten az, az nagyon nagy dolog. Hát ez itt a kérdés, hogy mekkora ennek a jelentősége rossz időszak után, meg általában az, hogy a szerbek gyakorlatilag az elmúlt években egyedúralakódóak ott vannak a legjobbak között folyamatosan. Szóval így, így mérve, azzal a csapattal, amivel voltak, milyen értéke van ennek a sikernek? Én, amit mondtam az előbb is, tehát mindenféleképpen örülni kell, mindenféleképpen uh, boldognak kell lenni, és aztán értékelni kell. A szerbek ugye van egy nagy generációjuk, mint ahogy nekünk is volt az elmúlt években, tehát van egy nagy generációk, ami, ami lassan megy kifelé, és ez egy ilyen állandó körforgás, aztán majd utána az a kérdés, hogy ki fog jönni utána. Az olaszok, a horvátok, ugye ugyanúgy ott vannak magyarok, szerbek, és ebből fog kialakulni. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a szerb fiatal korosztály az is nagyon jó, de ott azért jelent, ott nagyon komoly problémák vannak ugye állami szinten a finanszírozásba, a, a infrastruktúra terén, tehát valószínűleg ez ott egy kicsit azért lejjebb fog menni. Elég sok változást kezdeményeztem az elmúlt hetekben a válogatottnál, mert nem tetszett néhány dolog, amit láttam mentalitásban, hozzáállásban, kommunikációban, kisugárzásban. Sokat teszünk azért, hogy megváltozzanak a dolgok, és lehet, hogy ez már a jövő új válogatottja felé mutat. Ezt Mersz Tamás szövetségkapitány mondta a Berlin torna előtt a VLV-nek. Neked mi nem tetszett mostanában a válogatott játékában és kisugárzásában? Ezek szerint a szövetségkapitánynak sem tetszett sok minden. Hát én ugyanezeket tudom elmondani, mint a Tamás nyilatkozott, annélkül, hogy emlékeznék erre, de valóban így van. És például a kommunikáció is egy nagyon lényeges dolog, mert nem az volt a baj, hogy mi az erbén nem szerepeltünk jól, hanem az, hogy a világligát túlértékeltük, É, és, és onnantól kezdve nem hallottunk semmilyen más kommunikációt, megyünk az Európa megnyerni, elsők leszünk, ez a csapat két témúva olimpiát fog nyerni, és ezek után lett egy nyolcadik hely, de, de, a szakma azért tudta, hogy ez nem egy ilyen nagyon a nagy célos csapat, tehát valószínű benne van a kockázat annak, hogy, hogy nem lesz egy, egy nagyon jó szereplés, de ezt le lehet volna nyilatkozni. Új csapatot építünk, semmi probléma nincs ebbe. El, a vilá, tavalyi világbajnokság után egy évet csúsztunk a fiatalitással, ami teljesen normális, mert itthon VB-n kellett jó eredményt elérni, él, el is érték a jó eredmény, és utána ennek a fiatalításnak jegyében le, le lehetett volna nyilatkozni azt is, hogy, hogy kérem szépen, hát ebben benne van egy-két vereség is, és, és mindenki úgy álljon hozzá, hogy készülünk az olimpiára, tehát ezt, és ugyanakkor meg a közvélemény állam azt, a közvélemény amúgy is azt várja a vízilabdától, hogy jól szerepeljen. Édes teherez, Igen. megteremtettétek. Igen, és utána ugyanakkor meg ezt is olvasták állandóan, ezt hallották, hogy a játékosok is ezt nyilatkoznak, megyünk, megnyerjük az eb és kész és ez talán egy kicsit problémásabb volt, illetve hát ugyanaz, hogy nem volt igazából nagy különbség, amit nagyon örülök neki, hogy most olvasom a játékosnak a nyilatkozatait, és minden, hogy egyértelműen lenyilatkoztam mindenhol, ugye, hogy csapatként játszottak, egymásért küzdöttek. Ugyanezt az ebbé nem lehetett észrevenni, és ez talán válogató szinten az egyik legesleg, vagy talán a legeslegfontosabb dolog, hogy ott egy csapatot kell építeni, és a játékosoknak egymásért kell küzdeni, mert tök mindegy kihibázik, hogy a csapat kap ki, a csapat nyer, és ebben nagyon lényeges az, hogy milyen a csapategység. Gyuri, nézzük magát ezt a világkupa keretet, a csapatot. A nagy többség azért nem új, már csak a korosztás válogatottak miatt sem, de akkor mi történt a csapategységen kívül, ha a teljesítményeket is nézzük, jó irányban ezzel a garnitúrával most, az EB után? Hát talán az is benne van, hogy uh, ugye nagyon sokkal jönnek a, az utánpótlás válogatottból, ahogy mondtam, hogy 13-ból 9 játékos, ha ide a Vadovicsot, akkor uh, aki az utolsó pillanatban maradt ki, akkor 14-ből 10 játékos az utánpótlás vált, tehát inkább uh, ezek együtt voltak, ismerték egymást, uh, ismeri, vagy régóta ismerik egymást, és talán könnyebb alkalmazkodni így, is, tehát ez is biztos, hogy benne van. Uh, nagyon szeretnének bekerülni a válogatottba hosszú távra, még többet adtak ki magukból, és, és e, talán ezek a dolgok, ami meghatározóak. E, hogyan e, láttad egyébként, vajon az ambíciókat kellett leginkább felpiszkálni és helyre tenni egyesek esetében? Hát ezt azért igazából nem az, ez a napi kapcsolatban kell lenni. Ha, azt, ha valakinek ambíciót kell javítani egy magyar válogatottba, akkor ott baj van. Tehát ez az én véleményem. A magyar válogatott, én még abban a korosztályban nőttem föl, tehát a magyar válogatott a Szent. A magyar válogatottba játszani és a Magyarországot képviselni ez a legnagyobb dolog, ami a sportolónak lehet. És, és én itt az ambíciót, ezt, ezt igazából nem, nem, nem láttam, vagy nem tudom, de a, de ha ezt nyilatkozás ez egy komoly probléma volt, hogy valakit ambícióval kell növelni az ambícióját és, és helyre tenni, akkor, akkor azért az, az nem egy pozitív hír. Amit mondtál, annak idején a magyar válogatott szerint ehhez képest most azért már trendé vált az, hogy bizonyos játékosok fáradtságra panaszkodva, kiégésre szüneteket szoktak kérni, visszavonulnak a válogatottságtól ideiglenesen. Akik ezt megtették, azokra lehet is kell alapozni, amikor Tokióba csapatot épít az ember? Ha kiváló játékosokról van szó egyébként? Abszolút kiváló játékosokról van szó. Én nem értek egyet ezzel, tehát nem is volt ilyen soha. Én úgy gondolom, hogy ezt pontosan egy perc alatt lehet lerendezni. Mert valaki vagy játszik, vagy nem játszik. Ha nem játszik, akkor többet ide ne is jöjjön. Tehát te magyar... ebben a szigor híve vagy. Én abszolút ebben a részében én nem értek egyet. Azért elég sok sportág a világban, elég sok eseményt játszanak, tehát ezek a fáradtságokra hivatkozni, meg, meg sok mérkőzésre, én ezzel nem értek egyet. Ez az én magám véleményem. Láttunk érdekes teljesítményeket ezen a világkupán ebben a keretben, láttunk érdekes döntéseket, is, itt van a bvsc s pásztor esete, aki későn kapta meg ezt a lehetőséget, ott vannak fiatalok. Összegészében te kikben éreztél olyan töbletet, ami igenis kellemes meglepetés volt adott esetben, vagy lehet, hogy számodra nem is volt akkora meglepetés, és már komoly esélyt ad az adott játékosnak arra, hogy alapcsapattag lehessen, hogyha az olimpiára gondolunk. Hát igen, mondjuk számomra nem meglepetés, de, de a jó játékkal még váratott magára a Manhels Krisztián, aki ugye egy elég nehéz éven van keresztül. Én mondtam, hogy egy-két éven belül szerintem a legjobb magyar játékosnak kell lennie, és, és ezen az úton jár ő, ha megkapja a bizalmat, akkor tud vele élni. A Kovács Gergőnek örültem, hogy hasznosan jól játszott a, a Jansik, két Jansik testvér is, de a Szilárd, főleg, ugye én a Szilárddal dolgoztam elég sokat, és, és nagyon örülök, hogy megértette, hogy itt a védekezés ma a legfontosabb, és ugye ma már ő egy védőjátékosnak számít, aki erről is jó, azelőtt inkább csatár volt. Én nagyon-nagyon jónak tartom, sőt talán az egyik legnagyobb tehetségnek a Nagy Ádámot, aki, aki kapott több-kevesebb több lehetőséget a világkupán, de ő az, aki igazából egy olyan védőjátékos lehet, aki talán a, a sudár és a Steimetz barna óta nem volt, aki, aki labdát is tud szerezni, és nem csak nagyon vágja az embert. A, a, én azt láttam, hogy ezek a Pásztor Matyi, hogy ez egy érdekes esete meglepte az egész szakmát, hogy én nem emlékszem a viziradat, hogy valaki 31 évesen kerül be a válogat és kap lehetőséget. A mutatott játék alapján, a, a, meg a gólok alapján, meg amit olvastam igazából, tudott élni ezzel a lehetőséggel, és hasznosan játszott, sok lehetőséget is kapott, és, és tudott élni vele. Ez egy lényeges dolog. Igazából ezt nem tudom megmondani, hogy két év távlatában, tehát olimpiai szempontból, hogy 33 évesen lesz -e lehetősége bekerülni a válogatottba azon a poston, ahol azért nagyon-nagyon jó játékosok vannak, hát ez majd hozzá jövő. Hát köszönöm szépen, még itt a végén ugyan teljesen más téma, de erről a mindenképpen borzasztó ügyről egyetlen egy kérdést fel szeretnék neked tenni. Én direkt nem is fogok, én azok közül, az között, az hogy között a ügy jelenlegi stádiumban nem szeretnék neveket sem mondani, de hát te mit gondoltál, amikor itt olimpiai bajnok kollégáról és két ismert pólósról, szakemberről egy ilyen roppantsúlyos ügy hát nem, 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 derült ki róluk, hanem belekeveredtek egyre, mondjuk azt, hogy belekeveredtek, ebbe a kontextusba került a nevük. Te mit gondoltál? Hát én se szeretnék olyat mondani, ami, 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 ami talán befolyásol bármi. Én ahogy ismerem ezeket a, a játékosokat, nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy ilyesmi megtörtént. Tehát nem csak róla, nem egyáltalán benne a vízilabdába. Tehát, hogy ilyen megtörténhet, én nem tudom elképzelni, remélem, hogy, hogy így is van. Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt voltál.